Sziasztok, jó reggelt! Közeledik az anyák napja, és jól felköszöntjük majd az anyut. Készültem verssel is, ami közül majd ti választhattok, néhányat majd elmondok nektek, és majd ti gyakoroljátok. Fogunk csinálni ajándékot is, virágot fogunk készíteni, és most ráhangolódásképp hallgassatok meg egy verset, ami nekem személyes nagy kedvencem, Zelk Zoltán, Este jó. Este jó, este jó, este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. Ég a tűz, a fazék víznótát fütyül, bogár karika forog a lámpa körül. A táncuk karikás, mint a koszorú, meg is hal egy kis bogár, mégse szomorú. Lassú tánc, táncol a plafon, el is érem már talán, olyan alacsony, de az ágy meg a szék messzire szalad, mint a füst elszállnak a fekete falak. Nem félek, de azért sírni akarok, szállok én is, mint a füst, mert könnyű vagyok. Kiemel, ringat engemet, kinyitnám még a szemem, de már nem lehet. Elolvad a világ, de a közepén anya ül, és ott ülök az ölében én. Ez egy gyönyörű vers, és képzeljétek el, hogy meg is zenésítették. Nagyon jól hangzik úgy is, azért is nem énekeltem, mert jobb lenne, ha meghallgatnátok majd hangszerrel, énekesekkel. Kérjétek meg anyut, aput, tesót, akárkit, hogy keressetek rá az interneten, és hallgassátok meg. Nagyon szép.